jó a hangulat, hiszen egy nagyon jól sikerült nyitni a Bajnokok Ligáját, viszont még nagyon sok munka áll előttünk, hiszen ez még csak a kezdet, és nagyon sok mérkőzés van ránk, úgyhogy szeretnénk továbbvinni ezt a jó formát. És bizony, hát szerdán azonnal jön a következő összecsapás a Békés Csaba ellen hazai pályán. Mire lehet számítani, milyen mérkőzés lesz szerinted? Minden mérkőzés nagyon készülünk, minden mérkőzés fontos. Szerintem ez egy fiatal csapat, úgyhogy nem szabad lebecsülni őket. Ez is egy jó mérkőzés lesz. Az, hogy gyakorlatilag most sok meccset játszotok hazai pályán, nem nehezíti az életeteket az utazás, ez mennyire fontos, mennyire könnyíti meg a dolgotokat? Megkönnyíti nagyban, hiszen az utazás nagyon fárasztó tud lenni, főleg, hogyha messzire megyünk. Lesz ez majd fordítva is sajnos, de ilyen a sport, úgyhogy állunk elébe. Nagyon vártuk már a Bajnokok Ligáját, és nyilvánvalóan jót tett a csapatnak, hogy sikerrel kezdtünk. Persze egész évben jellemző ránk, hogy jó a hangulat, és ezt szeretnénk is megtartani a további meccsekre. Nincs túl sok időtök az ünneplésre, hiszen szerdán már a Békés Csaba ellen léptek pályára a bajnokságban. Ott mire számítasz? Biztosan nem lesz könnyű meccs, de szeretnénk ahhoz tartani magunkat, hogy csak magunkkal foglalkozunk. A játékunkban még mindig van bőséggel fejleszteni való, úgyhogy azon leszünk, hogy ezeket javítsuk szerdán. Heti két meccset játszotok, ez mennyire megterhelő? Én élvezem, hogy ennyi meccsünk van, hiszen ez a lényeg ennek a játéknak. Elég kemény alapozáson vagyunk túl, így nincs gond az erőnlétünkkel, élvezzük a mérkőzéseket. Mi a különbség az edzésekben, amikor szerdán és szombaton is játszani kell? Ilyenkor nyilván kevesebb időnk van, így nagyobb hangsúlyt fektetünk a regenerációra, és hogy kellőképpen felkészüljünk. Ez különösen fontos lesz akkor, amikor idegenbeli meccsekre is utaznunk kell, de éppen ezért fontos, hogy figyeljünk magunkra.